szüleim bukovinai székely származásúak, András falván éltek annak idején Bukovinában. Ő szobrászművész szeretett volna lenni. Hát csak az a viharos bukovinai időszak, meg a menekülés, ez nem tette neki lehetővé, hogy ő szobrászművész lehessen, viszont gyönyörűen szépen faragott. Nagyon sok szép faragása volt, nagyon aprólékosan, precízen dolgozott, és mellette édesanyám meg nagyon szépen szőtt. Édesapám által készített osztobáta, ez a szövőszék, azon készítette a dolgait. Ön már itt született Magyarországon, Szekszárdon. És aztán hol nőtt fel? Kakasdon nőttem fel. Sok Sebestyén van Kakasdon. Igen. Köztük Sebestyén István is, ugye, aki Sebestyén a híres mesemondó. Sebestyén István, mesemondó. Unoka öcsém, ő anyai ágon unokatestvérem, de nálunk mindenki Sebestyén volt, és nem voltak rokonok egymással. Tehát, hogyha valaki bekopogtat a Kakasdon, a faluban, egy házba, és egy Sebestyént keres, akkor biztos, hogy fog találni egy. Biztos talál, igen. Úgyhogy nagyon sok Sebestyén van. A Pistával is szintén együtt nőttünk fel, nagyon sokat voltunk együtt gyermek és ifjúkorunkban. Hát ő aztán később ő fejlesztette magát, és odájutott, hogy népművészet mestere. A gyerekkorukat mennyire határozták meg a székely hagyományok, ez a kultúrkör, ahonnan származnak? Nagyon meghatározták. Annyira benne éltünk, hogy teljesen a zsigereinkben benne volt, a szüleink, nagyszüleink, minden rezdülésünket magunkévá tettük, tudtuk, hogy ez a miénk, és úgy értünk, hogy a szüleink, hát nem kellett, hogy diktálják nekünk, mert mi követtük őket ízig-vérig, és én is nagyon szerettem ott Kakasdon ebbe a székely közösségbe élni, és nagyon beleéltem magam ebbe a székely dolgokba. Milyen volt ez a közösség egyébként? Miket, hogyha így vannak emlékei, milyen dolgokat csináltak gyerekként? Mi volt az, ami mondjuk a legmeghatározóbb élménye? Hát gyermekkorunkban minden évnek, mi olyan egyszerű játékaink voltak, minden évnek, évszaknak megvolt a maga játéka. Volt az úgynevezett guzsajas, meg volt a terebuza fosztás, a terebuza, a kukorica az ősszel, hogy egybe leszették, nem szedték le a héját, hanem úgy letörték, hazavitték, és otthon esti beszélgetés közben a csűrbe, fészérbe ott fosztották, összejöttek rokonok, barátok, ismerősök, vidám beszélgetés között ott fosztották a kukoricát, természetesen mi is be voltunk odafogva gyerekek, de amikor már este egy kicsit későbbre járt az idő, hűvös volt az az októberi este, és akkor a panusba bújtunk. Az a panus a kukorica háncs, és abba bújtunk bele, és úgy fosztottuk a kukoricát, és hallgattuk közben a felnőttek beszélgetését. Voltak szomorú történetek is, hogy édesapám korai halálakor, de mint élmény, ezt elmondom gyorsan, hogy akkor virasztottak az emberek a házak, a halottas háznál, és nálunk is teltház volt, közben mindig volt egy-két vezető ember, aki úgy vezette az imákat, énekeket, felolvasott könyvekből, és azt vettem észre, hogy Mátyás bácsi, Matyicska bácsinak hívtuk, dupla Mátyás vezetékneve, és keresztneve is Mátyás volt. Ő vezette a virasztáskor az egész mindent, és azt vettem észre, hogy egy kézi írású könyvből olvas fel. Hát én is ott voltam, oda settenkedtem mögéje, és néztem, hogy de gyönyörű betűkkel van írva ez a könyv. Van szinte rajzolt betűkkel, és ő abból olvasott föl, és abból énekeltek is, meg ő vezette az egész virasztást éjjel.
És akkor később én ezt megkérdeztem, hogy kinek a könyve volt ez, és kézírású, hát még ilyet nem láttam. És kié volt? A László Márton bácsié. Tehát ott helyben készült ez? Igen. Úgy hívták, hogy Pintyer Feri Marcika. Én őt már nem ismertem, ő már nem élt, de az eredeti kézi könyvét így megismerhettem, hogy láttam saját szememmel. A festést nyugdíjas koromba kezdtem el igazából, mert addig pihentek az ecsetek. Hogyan választ témát a képeihez? Hát úgy, hogy jönnek a gondolatok. Emlékek? De most igen, igen. Mert régen házakhoz jártak, például a csobánolás, a betlehemezés, székelyek csobánolásnak mondták. Házakhoz jártak, 65-ben volt az első kakasdon, amit fölvettek, gyerekek voltunk, és a kápolnától, a Szent Anna kápolnától indult a menet. Jó, de nagyon érdekes volt, úgy most is előttem van, hogy gyerekekként úgy futottunk ott előttük, ráadásul voltak ezek a csobánok, a hamubotos, az a mókás csobán, ott mindig csépelte a hamubotjával a gyerekeket, és ez nagy élmény volt.